19-ére gyűltek össze azok a bátor, a színpadtól sem visszariadó tanulók, akik a Kultúrház nagytermében mutatták meg hosszú felkészülés és próba után, hogy ki mit tud. Az öttagú zsűri ezúttal is árgus szemekkel figyelte az előadásokat, összesen 32 műsorszám követte egymást, több mint 160 gyermek részvételével. Város valamennyi általános iskolájából érkeztek fellépők, de természetesen művészeti csoportjaink, egyesületeink is készültek az idei Ki mit tudra. Csoportos és egyéni fellépések követték egymást a színpadon. A három kategória: ének, zene, tánc és vers-próza színjáték. Közönség kedvenceket is találtunk a műsorok között, például Psy világ sikere a Széchenyi tagiskola fiúcsapatát is megmozgatta. A zsűri nem nagy meglepetésre ezúttal sem volt könnyű helyzetben, a fellépéseket 1 és 10 pont között értékelték, és így alakult ki a végső sorrend. Emléklapot valamennyi résztvevő kapott, az első három helyezett pedig az oklevél mellett kisebb ajándékokat és jutalmat vehetett át.